Sziasztok! Nézzük meg, hogy a Leica 2.7-en belül hogyan lehet új munkát létrehozni. Új munkát többféleképpen is lehet, kinek melyik lehetőség lesz a kényelmes, próbálok többet is mutatni. Vagy a munkáknál kell a legelejére lapoznom a listának, ahol a koppincson ide új jobb létrehozása parancsot választom. Ha sok a munkám, meg nem akarok lapozgatni, akkor csak meg kell nyomnom a funkció, billentyűt, és az új jobb létrehozására kell mennem. Ha viszont funkcióbillentyűt nem akarok nyomni, akkor az F6 jobokra, hogyha rábökök, akkor utána az F2 újjal is létrehozhatok egy munkállományt. Meg kell adnom neki egy nevet, ha szeretek dátum és idő alapján elnevezni munkát, akkor csak az F3-ra rábökök, kitölti rögtön dátum alapján a nevet, és csak a végén hozzáteszek valami hozzáírni valót, vagy hogyha nem szeretek dátum idő alapján, akkor csak simán rábökök a cellára, és beírom a munkának a nevét. A munkaneve az véges karaktereket tud tartalmazni, tehát bármilyen hosszút nem írhatok, illetve ékezetes és speciális karaktereket nem tehetek bele a munkanevébe. Ezzel ellentétben a munkaleírásba tehetek már speciális karaktert, illetve akár ékezetes karaktereket is, de itt is figyelnem kell, hogy bizonyos karakterszámnál nem írhatok többet a leírásba sem, ezért is van a leírásnak két cellája, két mezeje, hogy dupla annyit tudjak beletenni. Készítőnél is bármilyen karaktert beteltek, majd utána a job tárolásánál kiválasztom, hogy a belső memória vagy SD kártyára hozom létre a munkát. Megjelenítsem-e az adott munkát, illetve a tárolás után készítsek-e hozzá képet, vagy sem. Ezeknél, amit kötelezően ki kell tölteni, az a név, minden más opcionális. Az általános beállításait elvégeztem az új munkánál, nézzük meg, még mi mindent tudok rajta módosítani. Koordinátorrendszert állíthatok be, GNSS méréseknél ez nagyon fontos, mérállomásnál viszont sokszor relatív rendszerbe dolgozunk, akkor ezt csak be kell állítanod semmire. Kódlistát hozhatok be, hogyha már előre definiált kódjaim vannak, amiknél valamelyik mondjuk attribútummal van ellátva, valamelyik vonalműbe van, akkor nem kell mindig nulláról beírogatnom őket, ha már előre definiáltam egy listát, csak kiválasztom, és hozzárendre a munkához. Munkákat tudok egymáshoz fűzni. Itt ez a munka a munkához való fűzés, ez csak annyit tesz, hogy nem kell korábbi méréseket beolvasni, és ezzel leterhelned a munkádat, illetve a koordinátalistádat, hanem ha egy korábbi munkádban már megmérted a dolgaidat, csak hozzá kell csatolni, és akkor itt a térképi alapon a háttérben már látod, hogy mi mindent rögzítettél, pontokat, vonalakat, miket tűztél ki, illetve ha mérállomást használsz, akkor a csatlakoztatott joboknál mondjuk létrehozol egy olyan munkát, amiben az alappontjaidat teszed bele, és minden egyes munkádnál, amit ugyanazon a munkaterületen végzel, ahol ott vannak az alappontjaid is, azokban a munkákban nem olvasod be külön az alappontjaidat, és nem terheled fölöslegesen ilyen pontokkal és koordinátákkal, hanem, amit említettem, létrehozol egy alappont munkát, és minden egyes mérés kitűzésnél, mikor egy új munkát hozol létre, ahhoz csak hozzácsatolod ezt a alappontos állományt, és így akkor a mérállomásnak a tájékozásánál egy munkából veszed az alappontokat, de nem terheled rá az újonnan létrehozott munkállományaidat fölösleges alappontokkal. Kicsit nyakatekertem, mondtam, de próbáltam a lényeget kiemelni belőle, hogy miért jó csatlakoztatni munkákat munkához. Csatlakoztathatunk tervadatokat is, a különböző professzionális alkalmazásokhoz szeretnénk használni szintén háttérbe csatlakoztatott adatokat, illetve referenciafájlokat is belevehetünk, CAD, alapú, DXF, DVG, DGN, vagy akár IFC fájlokat is. Erre a referenciafájlra egy külön videóba térek ki, hogy hogyan és miként tudjátok őket használni. Ha ezzel megvagyok, rányomok a tárolásra, késztek egy képet, hisz kértem, hogy szeretnék készteni. Ennél a képnél pedig akár hozzá is írhatok, vagy be is jelölhetek néhány dolgot. Image stored. Létrejött az új munkám. Ha bármi módosítanék, akkor pedig csak a job tulajdonságba belemegyek, és ugyanúgy bármit módosíthatok, amit már létrehoztam. Ilyen egyszerű egy munkállományt létrehozni. Sziasztok!